Ha szeretné játékokat vásárolni rettentő kedvezményes áron és ezáltal rengeteget spórolni, akkor nézd rá a leírásban található linkre, ugyanis a Zenebán keresztül ezt megteheted. Folyamatosan jobbnál jobb akciókkal várnak titeket, most jelenleg egy fekete pénteki akciójuk van, amely keretein belül ezekre a játékokra 15%-os cashbacket kapsz, azon felül, hogy alapból is brutálisan jó árban vannak. Vannak itt egyébként játékok Xboxra, PlayStationre, PC-re, plusz ezen felül még vannak különböző DLC-k, illetve ajándékkártyák is, mindenféleképpen lessetek rá, ugyanis megéri. Ott van a link lent a leírásban, jó nézelődést! Na de, térjünk is vissza a videónkhoz! Ú, de nem szeretem ezt az időt, nincs is ilyenkor rosszabb, mint sem horror videót felvenni, ugyanis ilyenkor extra para, hogy pont történik valami félelmetes dolog, és akkor csapódnak az ágak az ablakodhoz, vagy valami meg hallod a szél süvítését. Na de szevasztok, én Elek Robi vagyok, és itt is vagyunk egy újabb horror videóban, hát persze, mi más is lehetne, hogyha örültök ennek az egésznek, akkor már most mindenféleképpen csapassatok egy hatalmas nagy lájkot erre a videóra, ugyanis számomra az a legeslegnagyobb visszajelzés. Na de pörgessük is fel itt a dolgokat, és ne is húzzuk az időt, hanem kezdjünk is egyből bele, ugyanis brutálisan félelmetes videók lesznek itt. Pennsylvániában egy farmer videózta le ezt a felvételt. Aha. Na az mondjuk baj. Mi volt az a lény? És már egyből így kezdünk ebbe az egészbe bele? Hát nem is hagy a videó időt, hogy felbírja készülni itt a durvaságokra. Tuti, hogy csak egy haverja felvett egy jelmezt és beöltözött annak a szörnynek, és igazából ő volt ott, hát persze, vagy ne talán egy állat. Nyugtassuk magunkat ezzel. Ugyanis akkor hát, ha jobb lesz. És hát, ha fogunk tudni aludni utána, minthogyha valami fehér majom lenne szinte. Ez az élő lény. Rettentően parán néz ki, és még életemben nem láttam ehhez hasonlót se. Mindeddig. De hát ennek a videónak köszönhetően most már nagyon is igen. Aha. Még sokan meg is nevezték, hogy nagyon is léteznek ilyen kreálmányok. Én akkor is szeretném azt hinni, hogy ez a videónk csupán kamu. Na de akkor jöjjön is a következő felvételünk, amely lehetséges, hogy még ennél is parább lesz. Mi ez az összeállítás? Random, itt pedig egy sellő van. És kivonult már a rendőrség is, meg minden. És hogy körbeállják az emberek? Hogyha ez a videó netalán kamu lenne, akkor is milyen előkészületet igényelt ennek a megvalósítása, és mennyi embert bevontak. És még kisgyerekek is vannak ott. Meg a rendőrök távol tartják tőle az embereket. De mi para már, hogy körbeállták? Simán elbírom képzelni, hogyha valóságban történne egy ilyen, és full igazi lenne, akkor is ugyanígy körbeállnák. De a videózó emberünk nem ment mondjuk el erre fele? Ugyanis kíváncsi lettem volna több szögből is erre a sellőre, mármint értitek, jó értelemben! Na de, jöjjön is akkor a következő felvételünk, ugyanis van egy olyan érzésem, hogy ez még csupán a bemelegítés volt. És még ennél sokkal durvábbak is lesznek. Ez a lény is mégis micsoda? Egy sivatag kellős közepén rögzítették ezt a felvételt. Ő csak szépen lassan, de biztosan sétálgat. Hát na, hogyha menni kell, akkor menni kell. Be is megy ez a bokor mögé. Csak hát az a probléma ezzel az egésszel, hogy utána nem jön ki onnan, és teljesen eltűnt. Itt még azt hittük, hogy nem lehet parább, de hát látjátok, hogy lehet. És mennyire fura a testtartása. Ő biztos,
hogy nem egy emberi lény. Na de hogyha nem egy emberi lény, akkor mégis micsoda? Ez itt a kérdés, de sajnálatos módon erre a kérdésre sohasem fogunk választ kapni. De miért ennyire rossz minőségű ez a felvétel is? Nem gyanús nektek? Ez a videós bizonyíték arra, hogy óriások nagyon is léteznek, ugyanis ott sétálgatnak valami brutálisan nagy hegynek a tetején. Tesó, 2023-ban ne mondd már nekem, hogy ennyire rossz minőségű felvételt készítesz. Lehetséges, hogy az ilyen rossz minőségű felvételeket sokkal könnyebb megfékelni, és bizony, ez a videó full kamu lehet. Na de a következő bízunk abban, hogy már nem lesz. Mi történik itt? Ott van King Kong vagy Mizu? Hát először úgy tűnik, mintha szél fújná azokat a fákat, de minél tovább nézzük, annál jobban elbizonytalanít minket, ugyanis csupán ezek a fák mozognak be, a többiek nagyon is egy helyben vannak, és hogyha a szél fújná őket, akkor a többiek is mozognának. Hát életre keltek ezek a fák, teljesen normális, és hétköznapi ez. Na de pörögjön is akkor a következő videónk, ahol már egy képet láthatunk, és ez nem is egy videó. Mi? Hát az előbb ez a tag még nem is volt itt. Most hogyan került ide? Ráraktak egy effektet, amely megvilágította ott a hátteret? Pedig ez a két kis csajszi csak ártatlanul fotózta magát, de hát a háttérben kirajzolódott ez a félelmetes alak. Ez egyébként az egyik legnagyobb félelmem, amilyen fényképkészítés közben történhet velem, de hát bízzunk abban, hogy sohasem fog, ugyanis én hasonlót nagyon nem szeretnék átélni. És tuti, hogy ez a fénykép után rettegnek már képet készíteni saját magukról, ugyanis bennük van, hogy mi van akkor, hogyha megismétlődik ez. És ismételten át kell élniük, na de jöjjön is a következő videónk, ahol már a felfedező emberünk egy elhagyatott templomba ment. Jaj, de barátságos! Ki tudja, hogy mégis mik történhettek itt, és tudjátok, megjelenne az apáca vagy valami, hát ott futnék ki a szobámból. Most azt kérdezi, hogy jól látja, hogy ott van valami? Hát én nem láttam semmit. De nem szabadna ennyire közelről néznem, és ahogy kimondom, még közelebbről kezdtem el nézni. Ott pedig a túloldalon már erdő van. Hát ennél jobb helyen nem is lehetne ez a templom. Aha! Van olyan flash-em, hogy itt nagyon is elment valaki. És szerintem nem csak halucináltam, hanem ott tényleg nagyon is volt valami. De miért egyedül mész ilyen helyekre, emberem? És persze, hogy még így körbe is nézel, ez a legeslegparább, amikor hirtelen körbeforgatod a kamerát a háttérből, hallott egy hangot, azért fordult oda. Aha! Mi az ott, tesó? Na most, brutálisan libabőrös vagyok, és még a fejem teteje is libabőrös. Ott nagyon is van valaki. Menj már közelebb hozzám, mert nem azért, na, a felfedezők vagyunk, fedezzünk fel rendesen. És hosszas másodperceken keresztül ott állt, és nézte az emberünket,
aki videózta. Én így őszintén bevallva nem szeretném tudni, hogy pontosan mégis ki volt az, vagy mi volt az. Vegyünk egy mély levegőt, és jöjjön is a következő felvételünk, amelyet az Oja Brothers osztott meg a YouTube csatornáján. Mégis miért lett ez a nevetek, ti állatok? Bár lehetséges, hogy jobb nem tudni. Most a nőnek a haját kéne közelről néznünk. Mégis mi fog történni a hajával? Egy szellem nagyon is megérintette. És ezt rettentően nehéz lenne megfékelni. Hát nézzétek meg, hogy egyből ugrott is fel rá, amint látható volt a haján is, az az érintési mozdulat. Ti nagyon is egy veszélyes helyre mentetek. De hát ez a munkátok, szóval pörögjön is. Tuti, hogy még egy csomó dolgot fognak itt tapasztalni, nem? És ezt a férfit is megérintette egy szellem? És mutatja, hogy azt érezte, hogy a lábához hozzáért valaki. Most eléggé bizarran fog hangzani, de én is úgy megtapasztalnék egy ilyet, hogy random elmegyek erre a helyre, és így megérint valaki vagy valami, amely igazából nem egy emberi lény. Annyira nem evilági tapasztalás lehet az. De ahogy látom, leraktak Spirit Boxot is, meg minden. Na ők fazmofóbiáznak a valóságban. Illetve még különböző fura hangokat is hallottak, és sikeresen rögzítettek. Hány óra van? Az a baj, hogy nem nagyon lehetett leolvasni az óráról, de biztos vagyok benne, hogy már nagyon is elmúlt éjfél. Na de pörögjön is akkor a következő felvételünk, ahol ez a Paranormal Quest nevezetű csapat egy elátkozott börtönbe ment. És konkrétan itt még kivégző eszközök is vannak. Hát ki tudja, hogy hányan halhattak meg ebben a börtönben. És hány tíz vagy ne talán száz szellem kísérthet itt most is. Így sötétbe, extra parák ezek a rácsok, de itt az előbb nem jelent meg valaki? Gyanús, de nem volt nekünk ez kiemelve, szóval akkor tudja, hogy csak fugázi volt az egész. Na de majd most folyamatosan ilyen rács zörgés hangokat hallanak. Tudjátok, mint anno, amikor még üzemelt a börtön, és az ott élő emberek csapkodták a rácsokat. De hát a szellemek, akik ott vannak, nagyon is nosztalgiáznak, és újra csapkodják. Kérdezte a csapatát, hogy bárki is kiadta ezt a hangot, de mondják, hogy nem. Ezen felül pedig még lépteket is hallanak ott. Mi történik ebben a videóban? Ennek a tagnak is megérintette valaki az egyik testrészét, méghozzá itt a fejének a hátulját. Jaj, de fú, ez a börtön még nappal is rettentően para lenne. Nemhogy így éjszaka, sőt, még történnek is itt dolgok. Na de, több történés. Csak nem lesz már. Hú. Ennyi volt csupán, és nem tudtak kommunikálni.
egyetlen egy szellemmel sem. Szóval zárjuk is le itt ezt a videót, én nagyon szépen köszönöm nektek a figyelmet, hogyha bejött nektek ez az egész, akkor mindenféleképpen csapassatok rá egy hatalmas nagy lájkot, mindenkinek szép álmokat szeretnék kívánni, ott van minden lent a leírásban a harmadik csatornámmal, illetve a gameplay csatornámmal, kérlek rájuk is iratkozzatok fel, én Elek Robi vagyok, majd hamarosan találkozunk egy újabb videómban, addig is, szevasztok!